Próbaüzemben az Egri belváros egyik kávézójának barista gépe készülnek a finom kávék, latték. Szombaton már a vendégek is megkóstolhatják a teraszokon ülve kedvenc feketéiket. Ráadásul a legfrissebb kormányzati döntés alapján este 9:30-ig tehetik meg mindezt, valamint a kijárási korlátozást is egy órával későbbre tolja a kormány a teraszok nyitásával együtt, így 11 órára kell majd hazaérni. M. Fülöp Gergely, a Depresszó étterem és kávéház üzletvezetője televíziónknak elmondta, már februártól üzemelnek, igaz, eddig csak elvitelre lehetett kapni termékeiket, így nagyon várják, hogy ismét élettel teljenek meg a Dobótér közeli kinti asztalok. Azt számoltuk, hogy körülbelül egy ilyen 25-30 fő fog kényelmesen elférni a teraszunkon, és a csapatot pedig plusz 2 fővel fogjuk bővíteni. A vendéglátós hozzátette, a csapatuk fele elment más területekre dolgozni, de a mostani terasznyitásra sikerült ismét feltölteni a dolgozói állományt. A hátralévő időben a kávézó előtti terület rendbetételén dolgoznak még, hogy maximális kényelemmel várják a vendégeket. Eger ikonikus helyszínén a Szépasszonyvölgyben is zajlanak az előkészületek, van, ahol már minden asztal és szék a helyére került, az utolsó simításokat végzik a pincészetek teraszain. Tarnai Éva, az Ostorosbor Pince Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, minden csillog, a hűtők tele, és nagyon várják a vendégeket. Az országban, főként a fővárosban tapasztalt ágazati munkaerőhiányt a Szépasszonyvölgy pincéiben nem érzik, itt szinte mindenkinek sikerült megtartani a dolgozókat. Mi szerencsések vagyunk, tehát könnyebb helyzetben vannak azok a pincészetek nyilván, akik nem csak a horekába vagy a vendéglátóba értékesítik a boraikat, tehát azért nekünk a nagy része az a kiskereskedelmi láncokba kell el a borainknak, és hál' Istennek, hogy ott megnőtt a jelenlétünk és növekedtünk, úgyhogy azt mondom, hogy jól. Nyilván a pincében sokkal fájdalmasabban és szomorúan, gyakorlatilag a pincevezetőink, meg mindenki, aki dolgozott, az takarítással töltötte az elmúlt heteket, hónapokat, egy kis átszervezéssel, tehát tőlünk kikerültek a palackozóba, vagy ahol éppen emberre szükség volt. Mindenkit megtartottunk, tehát nálunk ez nagyon fontos volt, és egyébként a völgyes pincészetek zömében. Az ügyvezető egyébként abban bízott, hogy már pénteken nyithatnak, a legfrissebb kormányzati döntés szerint viszont szombattól lehetnek nyitva a vendéglátósok teraszai.